Sok szeretettel üdvözöllek benneteket, Halász Alexandra vagyok. Az egyik előadásomon megmutattam egy kapcsolódás meditációt, és sokan kértétek, hogy ez legyen közkincs, tehát tegyen fel a netre, úgyhogy most ez következik. Mire jó ez? Valahányszor azt érzed, hogy nem tudod, hogy mi a célod, vagy éppen tudod, hogy mi a célod, de mégis úgy tűnik, hogy mások könnyen elbizonytalanítanak benne. Ha gyakran azon kapod magad, hogy halogatsz. Ha nehezedre esik önmagadért döntést hozni, vagy újra kezdeni, pedig nagyon szeretnéd. Ha felmerül egyáltalán a kérdés benned, hogy jó úton járok, az utamon járok? Ha úgy tűnik, hogy túl erős az ellenszél, a negatív hatás, viszont túl kevés az önbizalmad? Ha próbálsz pozitívan gondolkodni, de nem igazán megy? Ha felmerül benned az az érzés, hogy már nem itt kéne tartanom, pedig mindent megteszel? És ha már reggel fáradtan ébredsz, és estére kimerültnek és csüggetnek érzed magad, akkor valószínű, hogy itt az ideje, hogy picit visszakapcsolódjál a Földhöz, visszakapcsolódjál az univerzumhoz, újra megtaláld a belső egyensúlyodat. Erre szolgál ez a nagyon rövid kapcsolódás meditáció. Az első, hogy állj fel, és a két kezedet tedd a közismert imatartásba, és egy picit fordulj befelé, hangolodj rá a dologra. A következő mozdulat, hogy a két karodat azt nyújtsd ki, és a tenyeredet a földvel párhuzamosan fordítva, érezd meg a talpad alatt a gyökereidet. Ehhez tartozik egy kijelentés. Két lábbal állok a földön. Azt választom, hogy helyt állok, beleállok az életembe. Most emeld fel az egyik karodat, és mutass fel vele az ég felé. Az ehhez tartozó állítás. Befogadom a felsőbb inspirációkat. Azt választom, hogy egyre többet kifejezek a bölcsességemből a mindennapi életben. Élem a tudást, használom azt, amit megtanultam. Ezután tárd ki a karod két oldalt, mintha átölelnéd a világot. Az ehhez a mozdulathoz tartozó állítás. Nyitott vagyok. Azt választom, hogy kinyílok az egészséges, egyenrangú, szeretetteli kapcsolatokra az élet minden területén. És végül az ötödik mozdulat. Újra tedd össze a kezeidet ima pozícióba, és a kijelentés, ami ehhez a pózhoz tartozik, ez így szól. Hálás vagyok. Azt választom, hogy a rossz élményeket tanulságnak, a jó élményeket ajándéknak tekintem, és hálát érzek mindenért. Ha ezeket az egyszerű kis pozíciókat és ráhangolódásokat megteszed, és megteszed a hozzájuk tartozó állításokat is, akkor figyeld meg, hogy a szándék ereje az mennyire sokat segít abban, hogy megtaláld a belső egyensúlyodat, kapcsolódj fölfelé, kapcsolódj lefelé, és kapcsolódj oldalirányba is a világ valamennyi lénye felé. Sokkal nehezebb lesz így kibillenteni téged, nehezebb lesz elbizonytalanítani, ha ezzel a kapcsolódás meditációval kezded reggelenként a napot. Próbáljátok ki, kíváncsi vagyok a visszajelzésekre. Sok sikert mindenkinek! Sziasztok!